Sziasztok! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit innen Sopronból, ami egy gyönyörű város, most nagyon hideg van, úgyhogy nektek nagyon jó volt, hogy melegben ültök. Tasner Tamással, lokálpatrióta idegenvezetővel és a Hosszú Lépés csapatával, illetve én, mint a Magyar Turisztikai Ügynökség régiós nagykövete, Sopron fertőtő régió, és nagyon örülök, hogy itt vagyok Sopronban, jó lenne, egy kicsit melegebb lenne, de azért nagyon jó, és gyertek velünk, mert most megismerkedünk mindenféle szépségekkel. Ugye? Igen, legalábbis így tervezzük a mai napot, annak egy részét. Lehet, hogy egy idő után majd bekanyarodunk egy boltba, és veszünk nekem egy pulcsit, de amíg ez nem történik meg, addig ismerkedjünk meg azzal, hogy milyen dolgok is vannak itt, amikről érdemes tudni, mert van jó pár. Igen. Úgy tervezzük a sétát, a Szent Mihály tombról indítjuk, ahol az ember először megtelepedett a soproni tájon, véde volt az árvizek ellen, az ellenségtől is, és erről a dombról fogunk aztán a belváros irányába sétálni. Most. Így van. És első dolog, amit megnézünk, az a Szent Jakab kápolna fölötti nagyon szép motívum, ami hasonlóak csak egyébként Erdélyben található. Szent Jakab kápolna az az egyik legrégebbi, ugye, ami épült a városban. A Sopronnak az egyik legrégebbi műemléke egy román stílusú emlék. Régen csontkápolna is volt. Az micsoda, hogy csontkápolna? Hát a csontkápolna szerepe az volt, hogy amikor az elhunytakat egy idő után kihantolták, akkor ugye a csontjaik mégiscsak megszentelt földre maradjanak, ezért a csontkápolnába gyűjtötték össze. Aha. És ez a városunk egyik legrégebbi műemléke, egy gyönyörű alkotással. Úgyhogy azért is gondoltam, hogy érdemes itt megállni, mert hogy amit látunk, az pedig a népmesékhez is kapcsolódik, a sárkányok mítikus lények, amik őrzik az életfát, az életfa pedig a halhatatlanságot jelképezi. Ugye két fa állt régen a paradicsomban, az Ószövetség szerint a tudásfája, hát a hölgyek segítségével. Arról lekajáltuk az almát, igen. A másik fát hál' Isten nem találták meg az emberek, hát ez volt a halhatatlanság fája. Hát nem tudjuk, hogy ez most szerencse vagy nem, de így van. És ez, ami a népességnek az égigérő passzói, az égigérő fa, mely összeköti a világot, az emberek világát, illetve az ezen fölötti. Szent Jakabnak mi köze mindehez? Hát azt meg nem mondom, hogy Szent Jakab hogy kerül ide, mint egyik apostol, de hogy Szent Mihály miért kerül ide, arra tudok válaszolni. Szent Mihály az pedig a másik oldalon található templom formájában, ugye? Így van. Hát ez a 15. századból Mátyás király idejéből származó templom, a város plébánia temploma, és ez lesz a következő, amit megnézünk kívülről, és megnézzük Szent Mihálynak az alapját is. Menjünk! Szent Mihály, ő az, aki ugye segítette az élőket át a túlvilágra, és valamilyen ilyen átvezető szent volt. Szent Mihály az angyali seregeknek a vezetője, arkangyal, főangyal. Szerepe az, hogy ő az, aki letaszította a lázadó angyalt, a sátánt, és az angyali seregeket vezeti, ő az, aki a kardjával elpusztítja a gonoszt, és Szent Mihály a városnak a védőszentje. De az ég és föld közötti összeköttetés. Valamit olvastam, hogy még a tejútot is annak idején róla nevezték el? És a magyar hitvilág szerint Szent Mihály vár minket majd a hallgatásunk óráiban, és ő az, aki átkísér minket a túloldalra. Úgyhogy nem véletlenül hívják azt a kis szerkezetet, hogy az elhunytak kikísérik a temetőbe Szent Mihály rovának. És így a magyarság a tejutat is Szent Mihály útjának hívta, valamint a göncöl szekeret Szent Mihály szekerének hívta. Tehát így kapcsolnak össze ezek a dolgok, a történelem, illetve a magyar képzelet. És egyébként meg Sopronban egy gyönyörű templomnak a nevét is. Pontosan. Ez a város plébánia temploma egy gótikus, nagyon szép alkotás, és hogyha felnézel, akkor egy kis angyal tartja a kezében a város címerét, és tényleg óvja, védi a városunkat és a polgárait. És fázik. És tovább megyünk Szent Mihály úton. Szent Mihály úton megyünk végig. A Szent Mihály domb történetéhez hozzátartozik egyébként, hogy ez a legnaposabb része a városnak. Ez ma, talán ez fölösleges elmondani, de az emberek megfigyelték, hogy a legtöbb napsütést
ez a városrész kapja. Ami úgy, egyébként fontos, mert ugye borvidékről is van szó. Úgyhogy itt telepettek meg azok a német nyelvű gazdapolgárok, akiket poncikkereknek is hívunk, és ők éltek ezekbe a csodálatos kis házakba, és hát ugye nem csak szőlővel foglalkoztam. A poncikkerek azok a szőlőtermelő gazdák, ugye? Igen. És valahogy mégsem arról kapták a nevüket. Pontosan. Ugye poncikkerek a babtermelők magyarul, és ez igazából egy csúfnév volt, hiszen állítólag a takarékos német gazdák minden helyet kihasználtak, így a szőlőtőke közé babot ültettek, és ezt erről nevezték őket el. Ez egy csúfnév volt, de ma már... A bónemből. Igen, de ma már ez rangnak számít. De még ma is vannak poncikterek? Vannak még poncikter származásúak, poncikterek. Hát már nem az őseink életét éljük, mondhatom én is, mert család által én is érintett vagyok, de a bor továbbra is szeretjük. De ez nem egy családnév volt, hanem igazából ez egy csúfnév, és bárki teti bortermet, az poncikternek. Ez egy soknél sajátosság, Kőszegen hauereknek, Sopronban poncikterek hívták őket. Egyébként a bab, amit beültetek a szőlő közé, ez meg jót tett a szőlőre. Így van, ez egy nagyon kedvező együttélés volt, és a régi emberek pontosan tudták. Itt van egy kis tábla, poncikterek nyomában sétaösvénynek egy táblája, és akár magunkat is megnézhetjük, bemutathatjuk úgy a nézőknek, mint poncikterek. Kipróbáljuk? Persze, próbáljuk ki. Próbálom úgy, hogy... Poncikterek esőben. Azt hiszem az én fejem nem fér át. Hello? Brillája átfér. Igen, poncikterek vagyunk. Most mit csinálunk én? Most csak bort kellene innunk, de sajnos nem fér hozzá. Majd talán később, nem? Később. Forrad bort. Szóval a német nyelvű gazdapolgárok, a poncikterek, bonencikterek vagy gazdapolgárok, akik ebben a városrészben éltek, mérték a borukat, Buschensánkokba, hogy még egy újabb kifejezést hozzak, ezek a hagyományos borkímérőhelyek. Sok német szó beszivárdott itt a határ mellett. Pontosan. És hát a itteni németség az Bajorországból származtatta magát, soha nem Ausztriából, úgyhogy az itteni német tájszólás is egy óbajor tájszólás. És ezek a bormérők, hogy is hallottam valamit, Igen. Ugyanis a piac korlátozása miatt egymás között beosztották az évnek a heteit, és minden héten más család árusított otthon a borát, és így aztán mindenkire valamikor sor került, de mindenki lehetőséget kapott arra, akinek gyengébb bora volt, az is, hogy eladja. De mit csinált az ember a többi borával, amit egy hét alatt nem tudott eladni? Hát azt pedig értékesítette. Azért a Sopron bor nagyon messzire eljutott. Nemrég Krakóban találtak számlákat, miszerint Sopronból oda is szállítottak bort, de Belgium, Anglia sorolhatnak. De Sopronban a két frankos, ugye? Az, ami ismer. Én azt ismerem, Sopron a két frankos. Azért, mert kék szőlőből készül. Hát, hogy a történetet elmeséljem rögtön, az arról szól, hogy 1809-ben a francia katonák, Napóleon és csapatai itt 5 hónapig itt voltak a városba, és amikor bort vásároltak, akkor kék színű frankkal fizettek a borért, a legenda szerint így lett a bor kék frankos. Aha. És volt valami jó meséd a poncikterekről, amire nem tudok teljesen visszaemlékezni, de szeretném elmesélni, mert ilyen boszorkányos történet. Egyébként itt nagyon sok boszorkány is élt, ugye? Vagy hát a Szent mondják, hogy Mihály utcában is tanyáztak boszorkányok régen. Itt ültek állítólag kis padokon és gyümölcsöt árusítottak. És amikor valaki erre tévedt, akkor addig unszolták a szerencsétlent, hogy vásároljon nála gyümölcsöt, de mire hazaért, az addigra meg is rohadt. Másfél tréfálták meg az erre járó ember, de hozzátettem... Nem tudták előre, hogy ki a boszorkány? Nem. Hozzá kell tenni azt is, hogy a tűztoronyban este 8 órakor a lumpenharangot megkongatták, tehát a kocsmák bezártak. Ha pedig valaki éjfélkor az utcán volt, tehát az magára vesz, hogy miért találkozott boszorkánynak. 8-ig nem jöttek elő a banyák. Nem. Csak éjfél előtt egy órával. Én azóta sem merek erre járni. Nem is szabad 8 után.
Szóval a másik történet pedig egy konszikter fiúról szól, aki hát úgy alakul a sorsa, hogy egy lányba szerelmes lesz, eddig ez egy hétköznapi történet. De a fiúnak a barátai óvják, hogy ne barátkozzon vele, mert boszorkák. A fiú nagyon szerelmes és nem akar hitelt adni ezeknek a szavaknak, ám mégiscsak úgy dönt, hogy meggyőződik róla. És amikor nincs otthon a lány az édesanyjával együtt, akkor ő bizony bemerészkedik a házba, akármelyik lehet itt az utcában is, és bebújik a kemencébe, és onnél figyeli meg, hogy mi történik. Este van már, megérkezik a lány és az édesanyja, vacsoráznak, majd pedig... Lumpenharangok már régen elkongatják. És a vacsora után pedig elővesznek a kredencből egy egyszerű tégelyt, lecsavarják a tetejét, megkenik a hónaljukat, és kiröpülnek az ablakon. Na most a fiú is kiugrik a kemencéből, ő is megkeni magát, és ő is röpül utánuk. Sok mű boszorkányok a hegyekben gyűltek össze, ők is a éjfélkor, és hatalmas tűz égett már a lőverekben, odaszállnak a boszorkányok, és mögöttük a fiú. A fiú pedig egyébként a történet szerint a ruháját kifordítja, hogy láthatatlanná váljon, de elfelejti az egyik zsebét kifordítani, és így valami azért látható belőle, nem mer közel menni. Ő nem boszorkány. Láthatatlan neve. Hozzátartott a régi emberek tudományához. Szóval elrejtőzik az egyik fa lombjai között, és önnél néz, hogy mi történik a szerkezetnek. A boszorkányoknak a vacsoráját. Folytassam? Mert borzalmas. Tényleg van, de most már ne hagyd a felénél abba. Hát az történik, hogy a boszorkányok a lányt teszik meg a vacsorára. De miért nem szól a srác? Ne egyétek már meg a csajokat. Szerintem ő nagyon fél a boszorkányoktól, és nem meg megbocsátani se a fán. De aztán vacsora után összerakják a lánynak a csontjait, és akkor állapítják meg, hogy egy csontdarab hiányzik, egy bordadarab, ugyanis a fiúnak is dobnak egy falatot, hát ő meg el lehet képzelni, hogy a kedvesünknek a csontját nem akarta megenni. Úgyhogy egy csont hiányzott, és akkor a főboszorkány kitalálja, hogy helyére bodzafából kell egy darabot beilleszteni, és... Összelegozzák a lányt újra? És akkor, igen, és elmondják a varázsigét, és életre kell. Azon, amikor a lány életre kell, akkor elmondja neki a főboszorkány, hogy soha többet nem mondják ki a jelenlétet, hogy Hyksos bodzaborda, mert ez a beépített kis darabka, protézis, ez bizony el fog törni és meghalsz. És ezzel hazamegy mindenki, a legény meggyőződött arról, hogy a kedvese valóban boszorkány is elhagyja. Egy év múlva már egy másik lánya ünnepli a lakodalmát, azon az elhagyott kedves megjelenik a lakodalmas háznál, és ki akarja bírni a fiút. Ő pedig nem tud ellenállni a hibályos szavaknak, és kinek. Még azon gondolkodik, hogy mi fog történni, ha nem megjelenni, mert úgy közületik ezek a boszorkányok. De eszébe jutott a varázsiget, kimondja Rixos bodzaborda, és ezzel megjelenik. Olyan megöntelt, hogy... Igen. Ez a történet maradt föl Sopronban a középkorból, Dunkernek a tollából. És várja az ember a... Happy endet, de nem jön. Közben viszont végig sétáltunk már a... Nem a jatap, és hova megyünk? Sétálunk most lefelé a belváros irányába, a tűztornyot látjuk ugye magunk előtt. És, ez a legnagyobb torony, hogy ezt látjuk igazából mindenhonnan. És át fogunk hamarosan kelni az Ikva hídon, hiszen van, ez az. Nem is emlékszem rá. Hát mert sajnos már patakot nem látni, a házat már beépítették teljesen. És ezen a hídon kísérték át a bűnösöket, hiszen itt a Szent Mihály domb mellett van a Bécsi domb, és ott volt a városi kivégző. Most az a város központja? Nem, már Isten. Egy idegenforgalmilag egy felkapott rész, de hál' Isten az odajáró emberek nem tudják, hogy milyen borzalmas dolgok történtek ott régen. Szóval átmegyünk egy hídon, ami már nem híd. Igen, nem híd. De mi odaérünk, addig azt elmesélem, hogy szóval Sopronnak a gazdag múltja abból is fakad az, hogy ismerik a múltat, hogy a városi levéltár nagyon sok mindent megőrzött.
nagyon gazdag középkori okiratokban, és innét ismerjük azt, hogy milyen híres díneseket voltak régen. Tudjuk azt, hogy Sopronban már a Mohács előtt boszorkányterek voltak, és az utolsó Mária Terézia idejében, az pedig szintén egy Sopron vármegyei eset volt. Ez az utolsó boszorkányterek. De rendesen boszorkányégetés meg? Sokan vagyunk. Köszönjük egy szóba, amikor elolvastam Sopronváros megjelenítőt, én azt mondom, hogy szép megjelenítőt, hogy ilyen egyszerűen csak szomszédasszonyok bosszúból egymással úgy számoltak le, bevázolták egymást. Hogy bevádolták, hogy a másik bosszorkány, mert szemmel verte a tehenet, és azért rakott el a tejet. Mit csináltak az boszorkányokkal? Hogyha nem tudtak bebizonyítani, hogy nem boszorkányok, akkor fogták azt nem be. Jól rakták a mágiára? Hát elégették. Ez volt a legborzalmasabb vége. És azt mikor hagyták abba? A hál' Isten 16. században már kezdett abba maradni az égetés, de boszorkányterek elég később is volt. De azt is tudni kell, hogy nem csak nők voltak boszorkányok. Na, hál' Isten. Boszorkány mesterek voltak. A boszorkány földön túli hatalommal rendelkezik, az ördög szövetségese és az embereknek betegséget, ragályt és pusztulást hoz. Úgyhogy volt Sopron egy Bernát nevezetű boszorkány, hát az is megkapta a magáért. Mit csinált? Hát leírások szerint varangyos békát társott el a szomszéd küszöbe alatt, és így akart rontást hozni rá. De az mit ront a varangyos békát küszöbe alatt? Nem tudom, de hogy... Megdöbbékes bűnös. Valami betegséget biztos, hogy okozott. De őt is megbüntették? Megégették? Őt is elbüntették. Ide is érünk hamarosan az Ipva hídhoz, Szentlélek utca Ipva híd kereszteződéséhez. És hát a képzeletbeli visszanéznénk a múltba, a képzeletbeli társadalmon keresztül itt látnánk azt a menetet, hogy viszik ki a bécsi lombra szerencsétlent a vesztőhelyre. Ugye, hál' Isten, most már ezt meg nem látjuk. De a boszorkányokat is erre vitték? Boszorkányokat is, csecsemőgyilkosokat is, rablókat is, gyilkosokat is. Nem voltak régen se jobbak az emberek. És itt egy kicsit zajosabb rész következik, úgyhogy megpróbálunk akkor csendben áthaladni az autók között a várterületet. Ide erre az utcára van ráírva, hogy itt van híd, de miért erre van ráírva, hogy itt van híd? Mert hogy ez a híd, csak ahogy említettem, a útest alatt folyik a patak, és a házak miatt már nem látjuk a pataknak a medrét. Tulajdonképpen, ha ezen a hídon átsétálunk, akkor vagyunk a belvárosban? Most kész érkezünk át a Gazda negyedből a történelmi belvárosba, a város. A várkerületnek azon a részén állunk, amit piacnak is neveztek és használtak.
Maga a várkerület úgy alakult ki, hogy az egykori vizes árkot feltöltötték a soproniak, és kialakul egy nagyon széles térség, amit aztán rögtön használva vesznek. Nincsen. Annyi, hogy az ikva vizét is felhasználták a vizes árok feltöltésére, és amikor kiköltöznek a kereskedők ide, ezzel válik a várkerület igazából egy fő utca jellegű. Teljesen különböző méretű kis házacskák vannak. Jó a megfigyelés. Amikor kiköltöznek a kereskedők, először bódékat, sátrakat állítanak, és később pedig házakat építenek. A házak mérete azonban attól függ, hogy mekkora volt a sátor korábban. Úgyhogy aztán akinek kis sátra volt, annak kis háza is. Ebből adódnak ezek a változatos méretű. Ezzel mutatták meg a gazdaságot. Igen. Van egy kis házikó a túloldalt, az a legkisebb, az 4 négyzetméteres. A két világháború között ez egy fűszerkereskedés volt. Horváth János volt a tulajdonosa, de senki nem így emlegette, csak azt mondták, megyek Paprika Jancsihoz vásárolni. Szegény. Tehát van valamilyen emlékmű. Hát megérkeztünk a Szűzanyának a szobrához, a Mária szoborhoz. A Mária szobor 1745-ben lett fölállítva, és azért, mert korábban ott a pellengér állott. Láttál már pellengért? Igazából a kifejezést ismerem, hogy pellengérre állították, gondolom, hogy az nem valami kellemes dolog, hogy pellengérre állítottak. Ez egy kő oszlop, a kő oszlophoz kötözik ki a bűnöst, közszemlére, ez egy becsület csorbító intézkedés, csak oda lehet menni megdobálni rohadgyümölcsel. Csak megalázás. Csak megalázás. Hát, megalázás. Hát, igen, a haza mert menni ezek. Szóval a pellengér helyére állítják a Mária szobrot, előtte pedig itt volt a Nagyboldogasszony templom a várárokba, amit lebontottak, amikor a török közeledett. Miért? Ez a kőszeg idejében volt, kőszegi ostrom idejében volt. Egyszerűen soknak attól féltek, hogy a toronynak a tetejéből nagyon könnyű belőni nyilakat a város belsejében, és óvintézkedésképpen lebontják a templomot és a tornyát is. Inkább hagyták az egész templomot, menni, csak ne jöjjenek a törvények. Biztonság fontosabb volt. De hallottam egy másik templomról, amit viszont lebontottak téglánként és a lövérekbe visszaépítették. Az nem ez. Nem ez, de nagyon közel járunk hozzá, menjünk abba az irányba. Az előkapu felé haladunk, ez a városnak az egyik legősibb bejárata. Most már inkább teret mutat, de valamikor egy nagyon keskeny utca volt, és ennek az utcának itt a bal szélén állt a Nepomuki Szent Jánosnak a kis kápolnája. Amikor a városházát építik, akkor bontják le, és tényleg olyan kedves volt a soproniaknak, hogy utána egy az egybe fölépítették, úgyhogy a lőverekben most is látogathatók. Azért ez valami nagyon jó dolog, hogy így ragaszkodnak az emberek valamit, nem? Igen, hát azért ugye ez itt nem olyan furcsa, mert a hűségvárosáról beszélünk. Így van. Látni fogjuk a tűztornyot is, az is csak a hűséghez kapcsolódik. De hogyan kapcsolódik a hűséghez a tűztorony? A tűztornyon, hogyha áthalad az ember, akkor a hűségkapun jut igazából a főtérre. És ez a hűségkapu a magyar nemzetnek az ajándéka, és ez emlékeztet minket arról, hogy 21-ben magyarok maradtunk. A tűztorony az egy sokkal régebbi dolog, ugye ez még a várfalhoz kapcsolódik, és nem ezer éve, de sok száz éve után. És onnan figyelték a várost a őrök, akik igen, ott voltak. Ezek a torony őrök voltak, férfiaknak szóló jól fizető állás volt. A toronyban fent 21 órás őrszolgálatot teljesítette, és a torony egyébként hát egy római őrbástya helyére épül, formája mindig változik, mai látható alakját az 1676-os nagy tűzvész után nyeri el. Mit csináltak a toronyőrök odafent? Hát a tűzre figyeltek. Kártyáztak.
tűzre figyeltek, az volt egy olyan pusztító erő, hogy meg kellett akadályozni a terjedését, és amikor meglátták, hogy kigyulladt egy ház, akkor rögtön riadót fújtak, és futottak bizony az emberek oltani a tüzet. Az az a hely, ahol mindent lehet látni. Pontosan. Az egész város. Emellett pedig a toronyőr figyelt, hogy nem érkezik idegen borszállítmány a városban. Miért? Mert Sopronban csak sok nép bort lehetett elárusítani. Sajnos ez ma nem így van. És azon kívül pedig jelezték az idő múlását. Tiltott volt, hogy behozzanak bármilyen más borszállítmányt. Itt bejött az előkapun a szület után a boroshordó, a mustal, utána lezárták a kapukat, és nem lehetett, tilos volt bort behozni Sopronba. De volt annyi, hogy nem szolgáltak az emberek. Szerencsére. De hát ugye a mai napig is ezért a sopronyi borok azok eléggé komolyan jelen vannak a piacon. Igen. A kékfrankos mindenképpen, de Sopron nagyon sokáig fehér most nagyon jó, egy forralt bor, kékfrankos bor, vagy bármi más bor. Nosan, szükségesen. De hadd mutassak még valamit, mert itt van a zöldkő is. Zöldkő? Arról is hallottam. Nem egy kis a hűséghez van köze, meg valahogy a város kezdetet alapításához valami pont a központjában? Vagy? A zöldkő az igazából egy titkos azonosító jel. Nem tudom, megtalálod? Meg. Mert zöld. Azért találom meg, mert itt a zöld. Pontosan. Ez most már csak a másolata a kőnek. Az eredeti. Nekem is között van valahogy, hogy én most így igen, tudom. Mert volt egy nagyon kedves ismerősöm, akit erre vezettem, és elmondtam, hogy itt volt régen a zöld kő. Búzomba került, amikor a városházát építették. Ez egy azonit nevezetű ásvány, és úgy tudom, az ezotérikában is valami szerepel. Nem, az ásvány gyógyászatban használják, és én annak idején így a horoszkópok kapcsán megnéztem, hogy hozzám milyen kő illik, és mondjuk a halak jegyhez a lapis lazuli illik, ami konkrétan ez a zöld kő. Kéne sokat fogdosni, és akkor jó. Ma is megtudtam valamit, mert én is halak vagyok. Tessék, ez a te követ. Lehet, hogy azért érezted azt, vagy neked. Ezt viszont pedig nem tudtam. Szóval ez egy titkos ismertetőjel, ugyanis hogyha valaki dicsekedett régen, hogy a Sopronban járt, de nem tudta megmondani, hogy hol a zöld kő, akkor hiteltelennek tartották a szavait. Na, akkor én most már tudom, hogy hol a zöld kő. Itt van. Itt. Ott. Ugyancsak a másolata, de az eredet is nagyon szép. Milyen, és hol látható az eredeti? Múzeumba került, a Fabricius házba. Itt van? A Sopronban. Igen, itt van Sopronban. És ott fejtik a csodatéző hatalmasságot. Most pedig a várfal egyik szakaszát fogjuk megnézni, mert a Sopronnak egy nagyon erős vára volt, várfalakkal, amik ugyan elbújnak most a házak között, de a várfal sétányon láthatjuk ezt. Ez hihetetlenül, annyira szeretem ezeket a régi, amikor érzed a kort benne, de nem emlékszem, hogy én gyerekkoromban én erre jártam volna, pedig nagyon sok időt töltöttem Győri lévén, Sopronban, meg ezen a környéken, egyetlen nem rémlik ez a várfal. Azért, mert a várfal sétány 5 vagy 6 évvel ezelőtt lett megnyitva. Ezek korábban kertek voltak, udvarok voltak, és a város önkormányzata úgy döntött, hogy szeretne egy sétányt kialakítani, és most így végig sétálható a középkori várfal. Romantikus. És egészen más oldalát, arcát mutatja egy Sopron, tényleg egy középkori hangulat van. Alul láthatóak, itt mutatom, a várfal alatt ezek a hatalmas kövek, ez még a római várnak, a várfalnak a maradványai, ezek a hatalmas négyzet alakú kövek. És hogyha a Rómáról beszélünk, akkor el kell mondani azt is, hogy hát Sopronnak is van egy alapítási legendája, története, ami abból az időszakból származik, amikor nincsenek várfalak, nincsenek házak. De ez nagyon régi. Nem él itt ember, csak egyetlen egy-egy szénégető. Mesél, de ez még mikori történet? A lőveregből az erdő nagyon régen idáig leért, és ebben az erdőben élt át a szénégető mester. Hogy mikori a történet, nem tudjuk, hiszen a képzelet és a valóság találkozik itt egymással. Csak azt tudjuk, hogy a szénégető mester egyik nap reggel az erdőben egy 10 éves kislányt talál. Teljesen egyedül van. Nem akar ott hagyni a szénégető, a vadállatok is éltek akkor a sok erdőben.
hanem befogadja magához veszi. A kislány kezdetben nagyon sír, jaj, veszékel, egyedül van, fél az erdőben, és van egy érdekes ismertető jel, az egyik foga akkora, mint a vaddisznó agyara. Elcsúfítja a kislánynak az arcocskáját, ám a színigető, aki egyben kovácsmester is, amikor a kislány megnyugszik, elővesz egy fogót, és a fogóval óvatosan kirántja a ronda fogat a kislány szájából. Az a baj, hogy ezt a történetet a soproni fogorvosok nem ismerik, pedig fölhasználhatnák ilyen eredet mítosznak egyébként. Ez nagyon jól megy a soproni fogorvosoknak egyébként, nem? Elég sokan járnak el. Igen. Szóval együtt maradnak és gondoskodik a kislányról. A kislány örült, hogy kirángatta a fogat? Szerintem örült, igen, azt hiszem. Ez egy könnyebben evetlen, a kanálistan ember fértosszák el. És aztán itt van végig a történetek? Nem, mert... Hát ez a kislány hogy kerül ide? Ugye ő a közelben van egy gyönyörű szép kastély Frakno, és Frakno várában született, nagyon nagy örömöt jelentett, amikor született a családnak, de ahogy nőtt és cseperedett, és ez a ronda fog megjelent, az édesapja elkezdte szégyelni a gyermekét. Ahelyett, hogy kihúzta volna a fogát. Igen. Neki nem volt valószínű fogója, vagy nem ismerte az eljárást, hanem ehelyett mit tett? Egyszerűen szólt a vadászának, hogy tüntess el az udvarból, mert nem bír rám viszni. Ez egy eléggé gonosz dolog egy édesapától. Kicsit jönnek a mesék. Van ez a kérdés, meg hófehérke mindenféle. Na és aztán az édesapát mégis jött el kismert furdalás, hogy a gyermekét elődözte a udvarból. Elhatározta, hogy megkeresi. Az anyuka nem szólt semmit? Én nekem a mesében mindig nincs benne. Az anya is szíve ilyenkor így. Lehet, hogy ő úgy szólta, hogy ugyan már apukám keresni a kislányukat. Ja. Úgyhogy az édesapja el is indul, és hogy megkeresse, ám hiába keresi egy teljes napon át, nem találja. És már rájuk esteledik, és valahol itt téblábolnak, hogy mit évők legyenek. Amikor az történik, hogy előlép az egyik fa mögül egy szép sudár fiatal lány, és azt mondja, hogy urak, gyertek ide a szénégető kunyhójába, aludjatok ott, aztán majd reggel mentek tovább. És a találkozás első pillanatában nem ismerték meg egymást. A lány szebb lett, nagyobb lett. A lány sem ismerte fel? És a lány sem ismerte meg az édesapját. Mindez csak a szénégető kunyhójába derül ki, ahol aztán örömmel sírva megölelik egymást, és az édesapa pedig hálából a szénégetőt busással megjutalmazza, ad neki egy arannyal teli ládikát, ő pedig lerombolja azt az egyszerű faházat, helyére egy kőházat épít, és ez volt Sopron első kőháza, melyik valahol itt a tűzszorony környékén állható. Mi van a foggal? Azt mondd meg nekem, hogy hova lett a fog. Szívesen mondanám azt, hogy a múzeumban van, de valószínű, hogy nem találnánk ott se meg. Vártam, hogy lesz valami ezzel az agyarral, de így is jó a történet. Közben végigjöttünk itt a várfal sétányon. Most hol tovább? Bemegyünk a régi megyeházára, illetve a megyeháza udvarán keresztül a főtérre. Egyébként, hogy Sopron ezek az exúgos és átjáró utcácskák hozzátartoznak. Nagyon sok házon keresztül vezettek úgynevezett Freiwilliger Durgán, hát olyan átjárók, hogy a magántulajdonban álltak, de a tulajdonos megengedi, hogy a polgárok átmenjenek rajta, hogy ezzel az utat lehessen rövidíteni. De ezeknek a városok egyébként, aminek valamilyen fajta török érdekeltsége van, ezek a régi városok, középkori városok, azok gyümölcs ilyen, vagy akár tény, csak ott nagyon sok ilyen van. Több olyan várost is ismerek, ahol egy
ez a régi hangulat tettem érte. A évszámok sose fontosak, hanem talán inkább azt említeném meg, hogy Széchenyi István, aki a Vármegyében rendelkezett komoly földbirtokkal, ő is gyakorta látogatta ezt az épületet, és részt vett a megyegyűlésen. Voltak itt komoly prominens családok, akik itt rendelkeztek különböző birtokokkal, ugye? Az Eszterházi, a Széchenyiek, Zicsi, Meskó család. Ez egy szokás volt, hogy nem csak gazdag polgárok rendelkeztek ingatlannal, háztulajdonnal a belvárosban, hanem a környékbeli arisztokrácia is. És ezek ilyen városi paloták voltak. Így az Eszterházi palota, ami ma jelenleg Bányászati Múzeum, tényleg megjelenésével is mutatja a régi főúri pompát. Hogyha elnézel balra, akkor ez a gyönyörű kék épület, ez az Eszterházi családnak az egykori belvárosi ingatlana. Palotája. Itt mit látunk? Főtér. Főtéren a Kecske templom. Mindig mondom a gyerekeknek, Kecske templom, hogy... amiről tudod, hogy a Kecske templom, de én nem tudom, hogy miért Kecske templom. Csak hogy így hívják. Hát, gondolom, igen, egy címer miatt lehet. A címer. Az a kis címer, ami a torony oldalán látható, amelyik a Kecskés családnak a címere igazából. De hát ennek is van egy legendája. Itt is a valóság és a képzelet találkozik. A legenda, amiről hallani, az nem feltétlenül egy pozitív, vagy egy kizárólag pozitív kimenetelő legenda, hogy készült ez a templom, ugye? Hát a valóság nem pozitív, ugyanis a valóság arról szól, hogy a Kaiser család, a Kecskés családnak köszönhetjük a templomot. Kaiser Henrik pedig gyilkos, és vezeklésképpen kell a vagyonát az egyháznak adnia, így készül a templom, és ebből ezért van ott a Kecske. De jó fejek, hogy azért ráraktak a Kecske. A legenda az meg sokkal egyszerűbb, az csak arról szól, hogy egy kecske talál egy kincses ládikát, és a pásztor behozza a ferences atyáknak, és hálából így kerül a Kecske a templom falára. Ez jobb. De ami igazán fontos, hogy ez egy koronázó templom, 5 magyar városban koronáztak magyar király, és az egyik város Sopron, úgyhogy a Szent Korona itt kerül 3. Ferdinánd fejére 1625-ben. Hol van mi koronázó templom? Pozsony, Esztergom, Székesfehérvár és Buda az 5 koronázó város a Kárpát-medencében. Körben barokk polgárházak állnak, Templom utcában látunk innét az evangélikus toronnyal, és hát patrícius családok, gazdag soproni polgároknak a házai álltak itt, a tér közepén pedig egy csodálatos barokk szobor, a Szent Háromság szobrot látjuk hátulról. Ezeket a nagy házakat aztán szerintem így lakásokká osztották, és most így lakások laknak benne, gondolom, igen. Lakva vannak. De nagyon sok középület van, tehát múzeumok, földhivatal keresik az épületek azokat a funkcióikat, hogy fel lehessen tartani, hiszen a mai ember nem vágyik történelmi falak közé. Nekem tetszene, biztos, szerintem hangulatos lehet itt lakni, de értem, hogy nem feltétlenül kényelmes. Két autót nem lehet leparkolni. Pontosan, innét jönnek a gondok. De gyönyörű, az egész fel. Hú, hanem egy nagyon szimpatikus hely felelkezelésünk. Adott egy bóliát, annak forrásból. Bízom benne, hogy azt is adnak. És mindenféle, mindenképpen megállunk. És ha már emlékeztük itt a kék frankost, akkor azt is el kell mondanom, vagy azt is lehet, hogy tudod is, hogy a kék frank mai napig fizetőeszköz Sopronban. Nem is értem. Ez egy helyi pénz.
helyi pénznek pedig az lenne a szerepe, hogy gazdaság élénkítő ösztönző hatása van. Olyan pénzt használunk, amit csak Sopronban lehet elkölteni, akkor a helyben megtermelt jövedelem helyben marad. És soha nem hallottam erről. Van más városban is ilyen? Vannak rá kezdeményezések, a Balaton környékén és Kapuvár környékén is. A Sopronék kékfrank volt az első. Van egy kékfrank, és az a bárba fizetett Sopronban. Igen. Hát ahol ezt jelzik az éttermekben, de benzint lehet venni, ruhát lehet, pulóvert is tudtunk volna neked venni. Előbb is mondhatod volna meg, hogy van kék frankod, mert akkor vettünk volna egy pulcsit. Vagy lehet erre szeltenni? Nekem kell ilyen kék frank. Egy takarékszövetkezetbe lehet vásárolni, csak de ha megfogod az ernyőt, akkor előveszem a kék frankomat, és akkor vásárolok neked forradból. Hú, de jó. Ez nem kék. De nagyon szép. Igazából szigorúan nézzük, egy készpénzt helyettesítő utalvány, nem pénz, pénzkibocsátási joga csak a magyar államnak van, és az első magyar természettudós Kitajbel Pálnak az arcképe látható rajta, biztonsági jel is van rajta. Próbáljuk meg, hogy működik-e, valóban kapunk érte valamit. Okay. Jó napot. Úgy döntöttünk, hogy kékfrankos helyett forralgot szeretnénk. Forralgot? Igen, és megnézzük, hogy működik-e. Elfogadja a kocsmáros úr a kékfrankot. Természetesen, egy az egybe. Tehát ez annyit ér, mint a jó magyar forint. Ugyanannyi az érték. Jó soproni kékfrank. Ez is kékfrankos, csak ez forralgot. Így kell. Fűszerezve. Mint ketten. Senki nem vezet. Meg tudok ajánlani finom gyermekpuncsot is. Ha már Sopron főterén állunk, saját akkor mindenképpen. Kék frankért, kék frankos forrásból. Hát, egészségeteke. És köszönjük, hogy velünk voltatok. Úgyhogy én elköszönök a magam részéről, és ha valaki többet szeretne Sopronról megtudni, meg biztos, hogy még nagyon sokat lehet, amit most nem mondtunk el, az tényleg jöjjön ide és nézze meg. Yes, sure.